Azon gondolkoztam, hogy a szüleinek mi baja lehet. Ja, a mosolygós gyilkos. Ja, amikor dühösen jön be az osztályba, akkor még úgymond nyugodt is vagyok, de hogyha mosolyogva jön, akkor fogalmam sincs, hogy mi lesz a következő lépése. Igen. De miért nem volt még az előző sulitban ilyen tanár? Dehogy nem. Csak azt hittem, hogy megszabadultam már tőle. De most meg a Bori szív velük. Ez nem kár öröm? De? Nem baj. Azt mondják, hogy a kár öröm a legőszintébb öröm, mert abban nincs semmi féltékenység. Isten, ez meg most minek jött ide? Sziasztok! Hello! Oké, szerintem én hozok magamnak egy kólát. Ti kértek valamit? Okay. Miért kerülsz? Ez most hogy jön ide? Kerülsz vagy sem? Na figyelj, ha innen visszajössz, akkor elmesélek egy nagyon durva sztorit. Innen? Nehéz. Úgy látszik, nem annyira akarod hallani, pedig nagyon durva. Na jó, kiszedem belőled. De mi a baj most komolyan? Most komolyan? Nem vetted észre? Most az a gáz, amit a Mira mondott. Figyelj felőlem, mondtad akármit, nem érdekel. Nem az a gáz, amit a Mira mondott, hanem az, hogy elkezdtél valamit és félbehagytad. Csak nem akartam balhézni. Akkor már minek kezded el, ha nagyon béna volt? De most miért csinálod ezt? Mert kínos volt. Mi? Az, hogy oda jössz, beleszólsz, és aztán még kínosabb helyzetben hagysz ott. Figyelj, én csak téged akartalak védeni. Hát pedig nem sikerült. Hogyha azt látod, hogy nem vagy Mirával egy súlycsoportba, akkor ne kezd bele. Na és most megtennéd azt, hogy elmész innen? Mert szeretném végig gondolni, hogy hogy fogok megküzdeni Mirával, és a te tanácsaidra nincs szükségem. Köszönöm. Igen, akkor... akkor bocs, és akkor vedd úgy, hogy többé nem foglak zaklatni sem a tanácsaimmal, sem mással. Sziasztok! Kínos volt? Nekem nem. De ennek a hülyének igen. Mi történt, Mikike? Na figyelj, három dolog fog történni. Egy, te fizeted a következő kört, kettő, én kezdek, és három, elmondod azt az óriási sztorit. Oké. Szóval apám ismer egy embert a rendőrségről, aki szerint drogokat árulnak a suliban. Ezt eddig is tudtuk. Jó, de azt nem tudtuk, hogy embereket állítanak a sulihoz, hogy figyeljék belülről. Ki van az iskolában? Vagy csóka, beépített csóka. Tudjuk, hogy ki az? Nem, ezt kéne kideríteni. Jó. Na, mit vettél? Honfoglalót keresek az unokaöcsémnek, teljesen rá van kattanva. Ó, a keresztlányomék is, mondjuk ők inkább online nyomják. Ezek már nem olyanok ezek a gyerekek, mint mi voltunk, hogy gazdálkodj okosan, és akkor ilyen papírtábla, bábúk, dobókocka, papírlakás. Tényleg? Műanyagautó. Akkor keresek valami mást. És figyelj, ti a tanári karban meg szoktátok ajándékozni egymást? Nem, inkább csak sütünk valami sütit. Miért?
Mert arra gondoltam, hogy Dömének vennék egy pár balettcipőt és esetleg egy tütüt hozzá. Jézusom, hát én nem tudom, hogy hogy jött a kiröhögés nélkül. Őszintén? A kismacskámra gondoltam, akit elgázolt az autó. Úristen, mikor? 20 éve, nem lett semmi baja, de mégiscsak ezt az emléket kellett felidéznem, hogy ne röhögjem el magam. És te hogy bírtad ki? Sehogy, hát én röhögtem, csak próbáltam úgy ülni, hogy ne lásson. De figyelj, akkor ez most hogy van? Most akkor csinálja, csak nem beszél róla, vagy nem csinálja, vagy hogy? De minél sose lehet tudni. Lehet, hogy azt gondolja, hogy ez így tök jó, úgyhogy teljesen fölösleges gyakorolni és kész. Figyelj, ezt nem hagyhatjuk, hogy előadja a szalagavatot. Vagy bárhol. Vagy bárhol, ez halálosan kínos. Nem tudom, lehet, hogy egy beszélgetésben elejtek neki egy-két szót a megtépázott renoméről. És akkor ez hat? Döménél? Ne viccelj, semmitől nem fél jobban, mint hogy ledől a nagy szobor, amit egyébként még senki nem állított fel. Hát te? Szia, anyukád engedett be, zavarok? Ja, nem. A lányok annyira szemetek, tudod? Aj, ezt most miért mondod? Egyet mondja ki, nem az egyet. Hát például ott van Lilla, szerintem ő tök jó fej. Lilla? Uh-huh. Lilla a legszemetebb mind közül, esküszöm. De miért? Jó, nem akartam mondani neked, mert tudom, hogy ti nyáron együtt voltatok, de én is nála próbálkoztam. Lillával? Na. És meddig jutottatok? Na, sem eddig. Dumáltunk, meg tanítottam neki néhány önvédelmi fogást, de ma elhajtott. De mi történt? Semmi, elhajtott. Hagyjam békén, ennyi. De hogy jött az ötlet, hogy pont Lilla? Na, a mesterem mondta. Mit? Áron, nagyon jó vagy. Nagyon szépen fejlődsz. Köszönöm, mester. Készen állsz arra, hogy tovább lép egy következő szintre. Köszönöm, mester. Ehhez viszont az kell, hogy a lelki békéd egy új szintre emeld. Mire gondolsz, mester? Kell melléd valaki, aki mellett megnyugszol. Egy társ. Úgy érted, mester? Nem kell ezen agyalni. Csajozz be, te hülye. Most komolyan mondod, hogy az edződ beszélt rá, hogy próbálkozz Lillánál? Jó, nem rábeszélt, hanem feltárta a szemem. És aztán megláttam Lillát. Mármint megláttam benne, hogy talán ő az. Hát de ezek szerint nem. Hát nagyon úgy tűnik, hogy nem ő az. Vagy talán fussak vele még egy kört szerinted? Nem. Szerintem nem ő az igazi, és az edződ csak át akart verni. Ja, Csillik Mira vagyok, és a Petőfi szalagavatós tánc miatt hívlak. Arra gondoltam, hogy a héten esetleg be tudnál jönni megnézni, hogy hogy állunk. Igen, mert... Hogy mi? De nem, én csak időpontot szeretnék egyeztetni az előzetes megbeszéltek alapján. De nem, én nem szórakozom, de figyelj, most teljesen elvesztettem a fonalat, hogy... De ne, kérlek, várj, ne tedd le, én nem tudom, hogy ki kavar, de... Nem mondtunk le téged, de most miért mondod ezt, de kérlek, ne tedd le, fi... Thank you.
Csabikám, nagyon csinos vagy. Mi az? Készülsz valahova? Hát csak lesz egy találkozom. És csak így találkozó. És szívem, milyen? Milyen? Anya, semmi különös, csak egy ilyen iskolai izé. Jó. Mm-hmm, persze. Iskolai. Anya, fejezd már, de tényleg csak egy találkozó lesz. Jó, 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 akkor csak egy találkozó. Jó. Tess csak tényleg. Jó, azért tegyük itt helyre. Na most köszönöm. Már aztán tényleg jó. Remélem, nem mondják el ezt a rendezvényt. Nem mondják, én ezeket nem viszem vissza. Mi, akkor mit csinálsz, majd ledobálod a lépcsőn? Azt is nekünk kell? Mi szerinted? Szerintem igen. Jó, akkor majd elmegyek profi súlyemelőnek, és akkor majd utána tolom a fősulit. Miért lehet azt egyszerre is? Ja, vágom. Nővérem pasi a kajakozik, és mellette tolja az orvosit. Mondjuk orvosi mellett azért nem lehet egy túlhálás feladat. Szerintem csak azért bírja így, mert sportol, és a sport az fegyelemre tanít. Meg arra, hogy kihoz magadból a nehéz helyzetekbe is a maxot. Na látod, Botikám, hát akkor te is nyomhatod, a súlyemelés része az most kezdődik, aztán már csak a bioszsal kell megbirkóznod. Engem az orvos szakmában legyen, a halálpénz érdekel. Ez nem hálapénz? Tök mindegy. Mindegy, Lara örülni fog neki. Egy jó kis... jó kis hálapénzes orvosfeleség. Szerintem akkor ebből a képből így most hagyjuk ki Larát. Miért? Nem akar orvosfeleség lenni? Botond feleség nem akar lenni, sőt, Botond barátnő sem. Csak azt nem értem, hogy akkor minek hülyített eddig. Miért hülyített? Miért nem? Hát nem tudom, én nem láttam. Az bejött neki, amikor udvaroltam, amikor elmentünk motorozni. Aztán egyszer csak az órom alá dörgeli azt, hogy mit gondolok én, hogy a pasia vagyok. Hát köszi. Na, figyelj, ne húzd fel annyira magad. Most, de már megtörtént. Figyelj, ezek a csajok, ezek mind ugyanolyanok. Lara, Lilla, Mira, Had, ezek csak egymással foglalkoznak. Állandóan csak azt figyelik, hogy a másiknak éppen mie van, meg ő mibe van, és egymásra irigykednek. Nagyon durva. Egymásra irigykednek. Ja, az elviselhetetlenek, úgyhogy engedd is el az egészet, és inkább ezt fogd meg, azt vigyük. Vigyázz! Most még csak a lépcső. Arra jó. Biztos, hogy lefelé dobni fogom. Nem hiszem el, hogy nem érted. Jó, bocsi, csak tök másra figyeltem. Jó, de most figyeltél? Hát, félig. Jó, oké, ha nem ide figyeltek, akkor mégis hova figyeltél? Ja, hát az van, hogy egy picit elkalandozott a szemem. Nocsak, nocsak. A nyuszi Csabika otthon maradt? Mi van veled? Hát tudod, az van, hogy lehet, hogy a nyuszi Csabi örökre a múlté. Húha, ezek elég nagy szavak. Vigyázz, nehogy véletlenül valami olyat mondjak, amitől elsírod magad. Áronnak ma majdnem sikerült. Jó, de Áron, ő... Mi van vele? Hát jó, tudom, hogy ki van gyúrva, meg izmos, meg minden, de lelkileg tök gyenge. Á, most beszólsz neki a háta mögött? Nem, én csak azt mondtam, hogy az Áron tök érzékeny. Ellentétben veled, ugye? Úristen, ezek szerint tényleg? Hello. Ittként sétáltam, aztán megláttam a szemem sarkából, hogy valami bitangyón ül itt bent. Gondoltam, ez biztos Lilla. Bejöttem és tényleg. Na, mi a helyzet? Leülhetek, vagy zavarok? Hát, nem, nem zavarsz, gyere, üljél csak le. Halló! Ki vagy? Come on.
Igen, tessék! Bocsánat, igazgató úr. Gyere csak. Ja, igen, a múltkori után nem hívtalak be, de akarom, hogy tud, hogy nem lesz semmilyen következmény ennek az éjjeli őrködéses dolognak. Ja, köszönöm, de most nem emiatt jöttem. Ha nem? Azt hiszem, hogy járt valaki az iskolában. Igen, és? Hát nem, csak volt a folyosón egy hátizsák. És akkor mi van? Nem tudom, az egészen nagyon furcsa volt. Tehát te most azt mondod, hogy az iskolában láttál egy hátizsákot. Azért lássuk be, ez nem túl különleges dolog, bár kétségkívül vannak olyan helyzetek, amikor lehet, hogy ez mégiscsak lényeges dolog. És felismerted, aki elvitte? Ja nem, az a baj, hogy nem. Fiú volt vagy lány? Annyira rohant, hogy mikor megfogta a hátizsákot, már kín is volt vele. Látszott rajta, hogy nagyon nem akarja, hogy észrevegyék. Jó, Soma, figyelj, te nagyon-nagyon rendes rác vagy, és köszönöm, hogy ezt elmondtad, de szerintem nyugodtan elfelejtetted ebbe, nincsen semmi különleges. Köszönöm. Jó, van rendben. Viszlát! Viszlát! Halló? Szia, vissza tudnál jönni? Nem, csak az egyik diák látott valami nagyon furcsát. Köszi. Mi van, Rozika, jöttél örömködni? Nagyon büszke lehetsz magadra, sikerült a terved. Nevetségesé váltam az egész iskola előtt. Kizártak a szalagavató szervezéséből. Gratulálok! Mira, adj egy fél percet. Nem akarok magyarázkodni, csak el akarok mondani valami fontos dolgot. Jó, 10 másodpercet kapsz. 10, 9, 8, 7. Nem szeretném, hogy azt itt, hogy keresztbe tettem neked. Nem akartam. Jó, lehet, hogy rosszul esett ez a somás táncos dolog, de miért tényleg úgy, hogy magyarázkodsz? Nem akarok, csak izgulok, és rosszul vezettem fel az egészet. Nem én szervezkedek a hátad mögött. Amikor megtudtam, hogy mit terveznek, kiszálltam az egészből. Terveznek kik? Lilla. Miért nem vagyok meglepve? Én is azt hittem, hogy nem gondolja komolyan. És miből szálltál ki? A szalagavató 2.0-ból. Ez Lilla a terve. Úristen. Tudod, milyen durva? Most dühösnek kellene lennem rád, Lillára, a hülye szalagavató 2.0-ra, de csak szomorú vagyok, mert ez volt az egyetlen dolog, ami elterelte a figyelmemet. De miről? Nem miről, hanem kiről. A hülye Gergőről, érted? Annyira hiányzik. Azt hittem, hogy vele fogok keringőzni, de most valaki mással kell. Legalább eddig itt volt a szalagavató szervezése. De már az sincs. De durva. Nem is látszik rajtad. Azért, mert én vagyok a legerősebb lány, akit ismerek, érted? Ezért félnek tőlem, és ezért akar mindig mindenki keresztbe tenni. Szia! Szia, Csabika! Mi a helyzet? De jó. Ennyire örülsz nekem? Persze, meg mindenkinek. És mi volt tegnap? Ja, semmi különös. Sokáig voltatok? Nem, dehogy is. Nem. Te is hazamentél? Nem, mi még átmentünk egy másik helyre. Aha. És hova? Csak egy másik helyre. I just came to have a good time. I just came to hit the dance floor. I just came to have a good time. I think you might be the answer. If I can't get this
Egy helyre? Aha, aztán meg még egy helyre. De utána hazamentetek. Aha, aztán igen, hazamentünk. A következő rész tartalmából. Oké, akkor a tárgyra térek. Mira nem mondaná el, de eléggé nehéz időszakon megy keresztül. Mira? De miért? Tök jó csaj. Mindenki fel akarja szedni. Talán a nagyobb partért az nem is ismerek. Talán azért, mert egy lány boldogsága nem azon múlik, hogy hány csávval akarja felszedni? Mondjuk a Mirája azon múlik. Kell egy új cél.